Hello, sziasztok! Megjött az AliExpressről a tápegység. Ez egy Vontec labortáp. Én most a pontos típusát nem fogom fejből megmondani, de majd mindjárt kiderül. Bontsuk meg a fekvő tájolású. Mondjuk én feketét rendeltem, remélem az jött, de most a fehér, akkor fehér. Ez lehet, hogy csak a doboz. Nem tudom, mit írtak. Ott a pontos típus. TPS 605. Arra emlékeztem ugye, hogy 60 volt 5 amperes labortáp. És itt így ennyi, így igazából, ami a dobozom, ja, innét meg a fekete van. Na mi van ebben? Egy szép doboz. Nagyon gyorsan megjött egyébként, a 7 napos garantált szállításban 6 és fél nap lett. Szóval ma van kedd, és a múlt kedden éjjel lett ez átutalva. És hát késő este. Adnak hozzá egy manuált, egy Udeklafa manuált. Ez milyen nyelv? Angol? Jaj, emberi nyelv, igen. De hát olyan sok minden nem nagyon történhet, na vegyük ki ebből a kis dobozból, csak hát ez így egy kéz elég nehéz. Kitaláltam, hogy veszem ki a tíz. Adtak hozzá valami játékkábelt is. De mindegy, a doboz nem kell, meg szerintem ez a leírás sem most olyan nagyon. Hálózati kábel, meg egy mérőzsinór, de hát nem tudom, 5 amper. Szóval nem, annyira nem gagyi, no, mert sokan kiröhögik, de a 10 ampereshez is ezt adják, de mondjuk tényleg ki lehet röhögni, mert ezt elvágnám, ennek nincs keresztmetszete. Hát lehet, hogy érdemes lenne egy rendesebb vezetéket rátenni, de nem, ez jó lesz játszósnak, amikor hát nem mindig kell az 5 amper, ugye? Eleve. Kivesszük a tápot. Az van súlya, ahhoz képest, hogy egy kapcsolóüzemű, azt várod, hogy egy üres dobozt érzel, van súlya. Jó pofa. Nagyon profi a hűtés megoldása, nagyon profi doboza van, szóval az a nagy helyzet, hogy ezt megépíteni drágább, mint az Aliról megrendeni, és akkor még egy ilyen dobozt nem is tudsz hozzá csinálni. Ezért a pénzért a doboz nincs meg itt, ebbe az országban. Na, adjunk neki tápot, hogy bekapcsol-e, mert a teszt az már egy másik videó lesz, mert azért lesznek komolyabb tesztek, most csak odáig jussunk el, hogy bekapcsol-e. Jó. Betáp gomb az legalsó, legfelső. Azért azt így kiszínezhették volna színesre, ez a bekapcsoló gombja. Kicsit karcol. Ja, de ez egy fólia itt rajt. Legalábbis remélem, mert hát így. 61 volt, fő van tekerve nyírra, amikor bekapcsolod. Ja, ezek a nagy karcolások, ezek valószínű itt a fóliánál vannak. Ezt szed le, ezt így mutatja is, hogy szed le a fóliát. Ez lehúzza a fóliát? Nem. Please. Kérlek, vedd le, mielőtt használod. Szóval rá is írták, hogy ez vedd le, mielőtt használod, úgyhogy ezt vedd le, mielőtt használod. Én most nem veszem le, mert nem használom. Szóval itt most melyik menübe lehetünk? Ezek szerint ez a feszültség, ugye így váltasz át, hogy áramot állítsál. De ahhoz képest, hogy 5 amperes, ahhoz képest följebb lehet menni. 61 voltig föl lehet tekerni. Ez így jött ki, vagy... És gondolom, ez igen, ezzel változ helyjegyet. Na, így van, 60 voltom, meg 5 amperen. Itt is ugyan, ez nagyon jó kezelhető. És akkor itt tudod rákapcsolni, hogy melyik fajta védelme legyen. Ugye így egy, ahogy eléri az áramot, el kell, hogy ejtsen. Így meg sima labortápként megy, 60 volt, addig, amíg az 5 ampert el nem éri, elméletileg. Majd lesznek ilyen mérések, meg ugye van rajta itt két gyors töltő. Hát olyan, a képen azért sokkal szebbnek tűnik a stockfotókon a kidolgozása, de nem csúf. Nem őrületesen csúf. A lényeg az, hogy ha akarod látni a teszteket, ha nem vagy csak úgy, iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ennyi volt az unboxing ennek a tápegységnek. Sziasztok!